Hajnal Miklós, tehát a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Természetesen nyilván politikai témákban hívtok, nagyon-nagyon sok téma van. A hétvégén például átragasztották a kormányzati plakátokat, erről is beszélgetünk majd, hogy milyen formára ragasztották át. De még mielőtt a politikai témára kérnénk, önnek teljesen más generációról van szó, mégiscsak Kós János mit jelentett, mi jut eszébe először róla? Hát nagyon hirtelen jött ez a szomorú hír. Nekem, ami személyesen megvan, az, hogy gyerekként, amikor talán nagyszüleinknél voltunk, és ment a tévé, akkor a háttérben szólt. Ilyen életvidám ember volt. Tehát az elmondható, hogy azt szeret, hogy mindenki mosolyogva emlékezzen meg róla, de szerintem róla is nehéz olyan felvételt tenni, amit nem mosolygott volna. Mm-hmm. Tehát ő maga is erőt adott, meg önbizalmat adott Magyarországnak, amire abszolút szükség van. Tehát az a pozitivitás, amit ő képviselt, az ritkábban az országban, és ezzel azt hiszem, hogy mindannyian tisztelte adózunk. Akkor neked is generációs különbség ide vagy oda, egyértelműen beugrik egy mosolygós kép róla. Így van, és amennyiben látjuk egyébként az újságokat, bulvárlapokat, színes lapokat, nem bulvárlapokat, komoly lapokat, mindenhol méltó módon emlékeznek rá. Hadd emeljem ki, hogy ha már úgyis lapszemle van, a Népszavának a címoldalát, ahol úgy írnak róla, elhunyt Kós János egy korszak ikonikus szereplője. Nagy valószínűséggel ebben egyet tudunk érteni. Hát igen, Hofi Gézával lehetett mindig együtt látni. Azok a szereplések azok, amik nekem talán a leginkább megmaradtak. Én biztos vagyok benne, hogy a szüleim, nagyszüleim sokkal több dalt tudnának visszaidézni, és sokkal több szereplés, de az, hogy úgyhogy közel 60 év van köztünk, mégis emlékszünk a munkásságára, az azt gondolom, hogy bizonyítja, hogy ő ezért évtizedek munkáját tette le az asztalra. Köszönjük szépen a megemlékezést. És ha már az újságokkal kezdtük, akkor folytassuk is az újságokkal. Például a Népszavának a címlapján lehet olvasni, Orbán plakátot vált, nem hangnemet. Ugye tudjuk, hogy megígérték azt az Európai Bizottságnak, hogy március 15-től a Juncker plakátok lekerülnek, de igazából csak annyi történik, hogy Timmermans kerül majd a helyére a plakátokhoz. Önöknek is köze volt a hétvégén, Szombathelyen is, illetve most már egyre több városban átragasztották a plakátokat. Például, ha jól emlékszem ilyesmire, hogy önnek is joga van tudni, hogy Orbán Viktor a leggazdagabb magyar. Mennyi pénze van erre a Momentumnak, vagy meddig fogják ezt bírni, hiszen tudjuk, hogy nincsenek könnyű helyzetben, annak ellenére, hogy az ÁSZ már a bírságolást megszüntette bizonyos mértékben? Hát nagyon fontosnak tartjuk, hogy átragasztjuk ezeket a plakátokat. Nem értünk egyet azzal, hogy itt csak azért, mert ők is kimondták, kampány van, csak ezért elindították ezt a kormányzati tájékoztató kampányt. Ez egyrészt egy óriási pénzpazarlás, másrészt egyszerű gyűlöletkeltés. Ehelyett mi azt gondoljuk, hogy vannak fontosabb problémák, hogyha már tájékoztatni kívánjuk a lakosságot, akkor beszéljünk róla. Így választottuk többek között a tanárhiányt, az orvoshiányt, és azt is, hogy Mészáros Lőrinc, azaz Orbán Viktor egyik legközelebbi embere, a leggazdagabb magyar Magyarországon. Egy pillanatra hadd akasszam meg, ugyanis annyiban mondjuk úgy, hogy bővíteném a spektrumot, hogy az ÁSZ azt mondja, hogy nincs kampány, a kampány nem kezdődött el valóban. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter ugye a külföldön egy interjúban, angol nyelvű interjúban kampánynak nevezte ezt, de az ÁSZ... Kicsúszott az a mondat, de az egy politikai szereplő mondott valamit, viszont önmagában a hatóság azt mondja, hogy nincs kampány. Hát az állami számvevőszék véleménye az nyilvánvalóan azon alapul, hogy 50 nappal a választások előtt kezdődik hivatalosan a kampány jogi értelemben. Ez egy jogi értelmezés. Valójában az, hogyha valaki teleplakátolja az országot, az igenis kampány, bárhogy is csűrjük, csavarjuk a határidőket. Bocsánat, és akkor nem az, hogyha azt mondjuk, hogy védje a természetet, ne dobálja el a cigarettacsikket, vigyázzon a gyalogosokra, akkor az egészen biztosan, azóval tele lehet plakátolni az országot, abban biztos, hogy... Az egy természetvédelmi és egészségügyi kampány. Az, amit a kormányzat folytat, az egy politikai kampány, egy politikai üzenettel. Ők tájékoztatónak hívják, de gyakorlatilag szó szerint ugyanazt mondják, mint a Fidesz, és ezt az adófizetők pénzéből, amit pénzünkbe. Annyit mondjon el, bocsánat, Judit, és akkor ezzel a témát én biztos, hogy befejezem. Azzal mi probléma van, hogyha mondjuk a kormánypártok azt mondják, hogy tájékoztatják az országot, hogy készüljünk fel, hogy mi minden tehet Soros, Juncker és Brüsszel, önök pedig tájékoztatják az országot, hogy Orbán Viktor a leggazdagabb magyar, vagy hogy ez a kampánya, hogy önök mondják, hazugságon alapul. Semmi gond nem lenne, hogyha ezt a különböző kormánypártok, akár a Fidesz, akár a KDNP a saját költségvetéséből csinálna. A fő probléma az, hogy ezt az adófizetők pénzéből, a mi pénzünkből csinálják. Az, hogy nekik van egy bizonyos politikai véleményük, ami
teljes mértékben szögesen ellentétes az enyém, mert ettől még én azt gondolom, hogy joguk van hozzá. Ahhoz nincsen joguk, hogy teleplakátolják az egész országot adómilliárdokból. A Momentum adománygyűjtésbe kezdett, amiből körülbelül 4 millió forint folyt be eddig. Ebből elég sok matricát tudunk venni, és fogunk majd tudni mi is nyomtatni néhány plakátot, de nyilvánvaló, hogy 4 millió forintból nem tud annyi plakátot nyomtatni az ember, mint 4 milliárdból. Kíváncsi lennék egyébként a véleményére, hogy ön mit gondol. Benézte igazából ezt a kormány a plakát kampányt? Messzebbre mentek, mint amennyire lehetett volna? Ugye most azt mondták, hogy március 15-ével ezeket leszedik. Persze az volt a hivatalos kommunikáció, hogy eredetileg is március 15-ig tervezték. Ez elhihető ez a történet? Vagy most ez egy olyan pont, amelyben tényleg kénytelenek voltak meghátrálni, mert azért most már az Európai Bizottság meg a néppárt részéről akkora volt a felháborodás, kezdeményezték is ugye kiszárásokat. Én nagyon sajnálom, hogy csak az vehet ki lassan felháborodást a néppártból, hogyha az egyik saját tagjukat, Jean-Claude Junckert is plakátra teszik. Szerintem az eddigi plakátok is bőven elég felháborítóak voltak, de ez a kormány, ez nyilvánvalóan a határokat feszegeti, és most úgy tűnik, hogy eljutottak egy falig, vagy remélem, hogy ez most már tényleg egy fal, és hogy ennél nem fognak tovább menni. Őszintén szólva a néppárt az én színemben teljesen hiteltelenné vált, függetlenül attól, hogy most milyen eljárásokat kezdeményeznek. Azzal, hogy eddig bent tartották a Fideszt, és eddig semmilyen szankció nem érte a Fideszt a néppárton belül. Nem, hogy kizárásig nem jutottunk el. Ugye 3 hónap sincs már az EP választásokig, elkészültek az első felmérések, miután már a köztársasági elnök kiírta ezt a bizonyos dátumot, május 26-a, azután is mondom, hogy az ATV-t kövessék, hiszen lesz egy kiváló műsorunk aznap este, és például a Nézőpont felmérése szerint tarolni fog a Fidesz, és a tavalyi választások óta az ellenzéki pártok, a parlamenti képviselettel rendelkező ellenzéki pártok nem is tudták emelni a saját népszerűségüket, támogatottságukat. Hát a Nézőpont intézet az meglehetősen kormányközeinek mondható, hogy nem lepődtünk meg ezen a számításon. Ami biztos, mi magunkra figyelünk, azt látjuk, hogy a Momentum ott van a bejutási küszöbön. Számunkra az kulcskérdés és elvárás, hogy bejutassunk legalább egy európai parlamenti képviselőt, de egyébként a cél az, hogy minél kevesebb Fidesz mameluk üljön benn, mert ők aztán igazán nem fognak senki más sem képviselni, csak azt, hogy továbbra is adómilliárdokból plakátolják tele Európa ellen az országot. Nagyon gyorsan még visszatérve az állami támogatásra, segítsen megérteni valamit. Egyrészt most újra kaphatnak állami támogatást, másrészt az ÁSZ azt mondja, hogy továbbra is fenntartják, hogy a kampányköltések nem voltak szabályszerűek, átláthatóak és elszámoltathatóak. Én nem értem, én ellentétet látok ebben a kettőben. Hát 160 oldalnyi szabályzatot küldtünk be az állami számvevőszéknek, amivel bizonyítottuk azt, hogy mi tudunk megfelelően gazdálkodni, és hogy itt minden garancia megvan arra, hogy semmifajta szabálytalanságot nem követünk el. Őszinte leszek, még nem érkezett meg az állami támogatás a számlánkra. Reméljük, hogy ez csak valami bürokratikus probléma, és majd néhány napon belül megjön. Viszont azok a fenntartások, amiket az ÁSZ említett, azok azért vannak, mert ők nem folytattak le egy érdemi vizsgálatot. De nem értem, most vagy van érdemi vizsgálat, és azt mondom a végén, hogy jogosan jár az állami támogatás, vagy ha nincs vizsgálat, szóval ez a jogállamiság szempontjából furcsának tűnik ez az eljárás. Kettő igen. Külön vizsgálat volt. Tehát egyrészt most, amire végül azt mondták, hogy megkaphatjuk az állami támogatást, az a szabályzataink vizsgálata volt. Amikor azt mondták, hogy mi nem gazdálkodtunk szerintük átláthatóan, az a kampányköltéseink vizsgálata volt. És ebből a kettőből jutott erre a következtetésre az ÁSZ. Mi igyekeztük bizonyítani feléjük, hogy a kampányköltéseinkkel is el tudunk számolni átláthatóan. Ők ebben annyira nem voltak partnerek akkor, azt hiszem, hogy ezt a fejezetet én őszintén remélem, hogy most már lezártuk, de... Mit jelent az, most lezártuk? Tehát hatósági nyomozás azért van. Az mikor zárulhat le? Tehát mikor lesz az utolsó pont, amikor önt, amikor behívjuk, nem avval kapcsolatban kérdezzük, hogy éppen visszatartják, adják, nem adják, és újra adják? Hát mert nekem is kicsit nehéz ez a téma, hogy éppen milyen nem is tudom, melyik fejezetét írjuk ennek a kis regénynek, de hát 90 plusz 90 nap egy nyomozás, annál remélem, hogy nem fog tovább tartani. Ez ugye azt is jelenti, hogy akár még fél évig is itt ülhetünk a különböző fordulatokra számítva. Egy biztos, mi még megkeresést nem kaptunk a NAV-tól, nem kaptunk megkeresést az ügyészségtől. Várjuk őket sok szeretettel, hogyha szeretnének lefolytatni vizsgálatot. Tegye meg nekem egy igent vagy egy nemet mond, mert a nézőknek megígértük. Ellenzéki március 15-e. Önök egy színpadra állnak a többi ellenzéki párton? Mi számítunk közös ellenzéki fellépésre. Hajnal Miklós, köszönjük szépen.